Hát hajrá, srácok! Megismerkedünk a játékvezetői négyessel, svájci a vezetőbíró és az első asszisztens, Mosnyák a második számú asszisztens és a negyedik játékvezető. És talán meg tudjuk mutatni a két csapat összeállítását is, azaz a kezdő 11-eket kikugranak egymásnak a győzelem tervével, reményével. Íme az olasz nemzeti csapat, Corato mester 11-e, Ferrari Vida, aztán Luciani, Rizzo, Puyéze, Cappadozsi, Scaccia, Mauri, Cseri, ő nem játszott, majd erről menet közben többet az első két meccsen, Di Mariano, Tudino és Di Molfetta. Ez tehát az olaszok összeállítása a magyar fiatalok ellen, és akkor Pisont István kezdő csapata is rögvest a képernyőre kerül. Ivancsics Alex védi majd a kapunkat, aztán Bedi Noel, Spandler Csaba, Talabér Attila, Gazdag Dániel, Szántó Tamás, Tihanyi Olivér, Rácz Barnabás, Zsótér Donát, Kecskés Ákos és Bölcsföldi Milán. Ezúttal így áll össze a csapat. Na most vegyük át. Rácz. De nem hagyják, hogy megforduljon, sőt már a labda sincs nála. Uha. Egymás zavart a két védőnk, aztán elszakadt a célna Gazdag Dánielnek, kihúzta az olasz lábát. És sajnos ez már elég veszélyes távolságnak tűnik. Igen, itt a középpályán volt egy labdavesztés, ott nem lehet cselezgetni, ráfordulni, belefordulni az ellenfélbe, mert nagyon szépen letámadnak változatlanul, nem találjuk a megoldást a gyors, agresszív pressing futball ellen, és ez bizony veszélyes. Öttagú a sorfalunk, de állnak oda többen még, ketten olaszok közül, és aztán melléjük még ketten mi is. Mármint piros, megy piros mezben. Na lássuk a szabadrúgást, és sajnos benn van. Mauri góljával a 16. perc végén vezetnek az olaszok. Sajnos érezhető volt, mert egyáltalán nem találtuk a játék ritmusát, és ez megint egy ilyen, ahogy említettem is, középpályán elvesztettük. És átszaladtak rajta. A csalóka kép, most azon gondolkodom, hogy itt a sorfal rosszul állt föl. Hát a sorfaltól jobbra tekert, eltekert labda a jobb alsóban kötött ki. Na mindegy. Illetve nem mindegy, de hát így történt. A hosszúra. Még jó lehet, Spandler. Az már nem volt lövőhelyzet. De még esetleg lehet. Talabér tolta ki. Vissza középre a belót labda. Nem volt idő lőni, viszont majd a mészpontról lehet. 11-est ad a svájci bíró. Jogosan, teljesen jogosan. Egyenlíthetünk. Na csak be is rúgjuk, mert az albánok ellen kihagytuk. Na, Zsótér Donát ragadja magához a labdát. Nagyon szépen csinálta Rácz Barnabás, balra megtolja, és ott csattan a védő lába az ő sípcsontján. Teljes joggal kaptuk a 10-it. Na gyerünk, Zsótér Donát, eddig két gólja van. Az egyik 11-esből. A harmadik is, egyenlítünk. Ja, nagyon féltem, mert ő hibázta el a 11-est az albánok ellen, de ezek a jó dolgok, tehát belőle biztos jó futballista, ez nem csak ezért, hogy bevállalt egy elhibázott 11-es után, amúgy is a csapatunk egyik legharaposabb, hogy mondjam, vagányabb, és egyik legjobb, úgyhogy most remélem feloldódnak ebből a gőzből, aztán gyerünk tovább. Egy-egy, tudunk oldani az olaszoknak, ezt most már a srácok el kell, hogy higgyék, mert tény. Hát igen, mert vannak tanulható dolgok, tehát az, amit eddig az olaszok mutattak, azok tanulható dolgok. Tehát amit ugye letámadás, pressing révén mutatnak, csak futni kell, meg szándék. Rácz Barnabás szöglete jön, 52. perc. Na, mit látott ott a svájci spori? Maga az kér két magaskodót, és nyugalomra inti őket. Bölcsföldi és Rizzo, két fiatalember. A fejes pedig elakad a védőben. De közel járunk. Picit élesebben meg tudja fejelni, nem csúsztat. Akkor nagyon ünnepeltünk volna itt. Így van, Gazdag Dani nagyon szépen bement. Zsótér Donát veszi esetben, keredik, egyből kapura próbált, a vagány megoldás volt. Szöglet ez is. Hát mondtam, hogy egy korosztályunk egyik legjobb futballistája, de hihetetlen. Ezt a gyereket nem érdekli semmi, hogy ki ellen játszik, vagy ki mindent megcsinált, amiket persze. És most ő rúgja a harmadik szögletünket is. Rövidre kifejelte a meglehetősen magas Cseri, aztán újra beteked, labda is fölé! Mekkora helyzet volt Talabér Attila! Kellett menni a labda után, mert távolodott tőle, hogy tekeredett, ezért nem tudott úgy ugrani, hogy lefelé irányítsa, de elérte, vagy visszafejelje. És centiken múlott, hogy nem a felsőbe akad. És újabb csere lesz az olaszoknál, úgy látom. Ja, most lesz, az előbb még nem lépték meg, csak készültek rá. Daniel Zoratto mesterék. És megvan, megzavartuk őket, megint Tihanyi sertepertélt ott. Lövés is van, és gól is van, gyönyörű volt, Rácz Barnabás, 2-1. Megfordítjuk a mérkőzést. Benne volt a meccsben, érett, fölénybe kerültünk, a második félidőt uraltuk. És ott lógott már ez a gól a levegőben. Az imént is helyzetbe kerültünk. Hát most be is raktunk. Hátra kijövünk, a 15. perc után a Görs feloldódott. Lépésről lépésre mertünk őket megzavarni. Hát így kell letámadni. A kapus az már szerencsétlenkedett. És az előbb a Rácz Barni, amikor egyedül kiment, akkor még nem sikerült neki. Azért mondom, ezek a kicsik, ezek egészen zseniálisak. Tihanyi megzavarta a kapus, Ferrari odatta Ráczhoz, aki átvette, megindult Cappadozsi mellett, vitte befelé, és aztán visszahúzza a bal alsóba. Tökéletes Puyéze. Luciani, közben újabb olasz csere készülődik, de az most még nem érdekel annyira minket. Luciani beadás, szöglet lesz. Sajnos az utóbbi 4-5 percben rákjöttek az olaszok, átvették a játék irányítását. Most kéne fújni egyet, és aztán valahogy ebből kijönni. Többet kéne birtokolnunk a labdát és az ellenfelet futtatni. Ne engedjük fejelni ezt a horihorgas Cserit. Ebben nem tudtam fejelni, ahhoz túl magas. Viszont egy újabb szöglet. Jaj, bele kell állni, ki kell jönni valakinek. Úgy is van. Sőt, ezzel lehet fordulni, lekontrázzuk őket. Bal oldal, a bal oldal. Át a túloldal, és eljut a védő lába alatt. Bölcsföldi mehet el, és döntheti el a meccset. Bölcsföldi Ferrarival. De nagy helyzet volt. Óriási zicser volt. Ajaj, és nem baj, csak éljük vissza, ne menj ki. Rossz tanácsot adtunk, megoldotta. Jobban tudta Ivancsics Alex. Nem baj. Remélem, nem sérült meg, majdnem ide lelátónak csúszott nagy igyekezetében Zsótér. Nagyon nagy passz volt, nagyon nagy passz volt. Óriási zicser, itt megtolja. És ha most begurítja középre, még az is jó. Tehát nem elbizonytalanodott volna, hogy melyik irányból, hogy jobbra vagy balra mellette, hát vagy átemelje. 4 megoldás volt, elpasszolom, kicselezem, alábökök, vagy letátásnak. Van ilyen, hogy a rosszat döntötte, nem baj. Csak az volt a veszélyes, ugye majdnem gólt kaptunk belőle. De szép volt. Közben cseréltek az olaszok. Vagy a tenisz. Igen, ott nem kell bántani, föl kell ugrani vele, mert nincs mögötte senki az olasz mögött. Tehát nagyon egysíkú váltak az olaszok szerencsénkre, úgyhogy még lehetne valamit kihozni. Ez most bejött, ha így akarta Bölcsföldi, átpattant a védőjük fölött. Bölcsföldi Milán, felé húz, őt meg szerintem visszahúzza az ellenfél hetese, Lombardi. Ügyesen megtartotta. Rácz Barnabás állítja be a labdát, a sportszárát, megreméljük az irányzékot. Megint fölmegy a két közésű védőnk fejelni, hát ha sikerül valamelyiküknek. Jól tekeredik. Les volt, igen. Úgy van, Korozmán próbál megzavarni Scacciát. Cserit megelőzi így Talabér. Ez meg szabadrugás nálam, a svájcinál nem. Cappadozsi. Már ott is van Rácz, ez már egyszer bejött, ez azt támadjuk meg, ketten is ott száguldoznak a Ferrarival szemben. Aztán Vida. Úgy van. Szép játék, Rácz pörgeti tovább magának, Rácz tüzel, mekkora gól! Óriási! Mit játszik ez a fiú a második félidőben? Az elsőben még egy kicsit megszeppent kisfiúnak tűnt, a másodiknak van pedig egy iránytárnak. Hát egészen elképesztő, hát egészen, egy csoda volt. Hát. Ismét egy csodálatos lövés, amelyen már 3-1-re vezetünk a második félidőt. Kimerem jelenteni azon kívül, hogy... maga második és csapatunk harmadik találatát szerezte a 10-es számú Rácz Barnabás. Hogy ugye végig érintettük, hogy van 4-5 olyan futballistánk, akik klasszis, hogy ritkán láttam olyat magyar csapattól, akár korosztályos, akár felnőtt válogatottól, hogy lefutballozunk egy olasz csapatot, egy olasz válogatottat. Mert a második fél időben az történik, amit akarunk. Hát nincs a tudás az olaszokban. Már gyönyörű, hogy itt tovább bördíti, jobb külsővel maga elé, aztán ballal kilövi a hosszút. Most képzeljük bele, hogy 2 év múlva ezek a fiúk egy kicsit megnőnek, dinamikusabbá válnak. Hát van 4, mondom, olyan futballisták, hát többé is természetesen, csak ugye itt a kicsik voltak azok, akik különösen hátrányt szenvedtek itt a alkatuk miatt. Úgyhogy egy nagyon komoly csapatunk van, és nagyon örülök, hogy így felvették a kesztyűt. Ez már csak azért, a győzelmen túl, meg a második fél időben mutatott teljesítményen túl, azért is nagyszerű, mert innentől kezdve bárkivel összejövünk, összesorsolnak minket, nem kell úgy kezdeni, mint most az alokoszok ellen, nem lehet rögtön bátran. Na azért jó. Még nincs vége persze, úgyhogy figyeljünk oda, fiúk. Megadta a 11-es sajnos. Igen, ütemkésésben érkezett Kecskés, ráadásul kifelé mozgott már a védelem is, amikor visszakerül Di Márkóhoz és egyedül betört. Nem ilyen jó ez a Rácz gól, ami az imént volt? Igen, sajnos jogos volt, mert figyelmetlenek voltunk. Kecskés kapott egy sárgát. Másodfél nem jutott lehetőséghez, helyzet közelébe sem Alberto Cheri, most mégis lőhet egy gólt 11-esből. De hát legyen ez nekik a vigazdi a 77. percben. Hát remélem az lesz. Még azért van 3 perc, úgyhogy... Azért mondom, hogy legyen, ezt kívánom. Most kell odafigyelni. Az olasz válogatott szép nyita mérkőzés hajnalában a 38. percben. 3-2. A másik gólunk szerzője a 9-es Sant'Alberto Cheri. Goal scorers on the 9 of Italy, Alberto Cerri.